Cinco de Mayo, azaz május 5-e egy közös amerikai-mexikói ünnep, amikor előkerülnek a szombréró kalapok és a színes poncsó. Takót eszünk, tekilázunk és mariachi zenét hallgatunk. Por el mundo compartiendo la alegría, la magia y la maravilla de mi música inmortal. Toda mi alma se llena de alegría. Qué gran honor presentar la tierra mía. Dicsőítjük a mexikói kultúrát, ami nagy hatással van az amerikaira. Hogy mennyire, azt ebben a videóban mutatom meg. De előtte jöjjön az előzmény, a történelmi háttér röviden. Egészen máshogy alakulhatott volna Amerika történelme, ha a mexikóiak 160 évvel ezelőtt nem verték volna vissza a megszálló francia csapatokat Puebla városnál. A franciák úgy vonultak be Mexikóba, hogy 50 éve nem vesztettek csatát. A 8000 fős seregüket fele annyi 4500 elcsigázott mexikói katona győzte le alig 3 óra alatt. Ezek után nem csoda, hogy a pueblai győzelemből, a Cinco de Mayo-ból örömünnep lett. Legalábbis az Egyesült Államokban, mert hogy Mexikóban kevésbé ünneplik. Ez lenne a történelmi háttere röviden az ünnepnek, de tudjátok, hogy az amerikaiaknak hány százaléka van ezzel tisztában? Alig 10. Nekik ez csak egy olyan ünnep, amikor úgy tesznek, mintha a mexikói kultúrát dicsőítenék, de valójában a lényeg az evésen, iváson és a bulizáson van. Ez az 5 legnépszerűbb ivós ünnep egyike az Egyesült Államokban. Nem véletlenül emlegetik sokan Cinco de Mayo helyett úgy, hogy Cinco de Drinco, vagyis a piálós 5-e. Majd el is mondom, hogy mennyi tequila margarita csúszik le ilyenkor az amerikai torkokon, és nem csak alkohol. Guacamole. Vagyis mexikói avokádókrém, amiért szintén megőrülnek az amerikaiak. Miri megmutatja nektek, hogy hogyan készíti. Az avokádó mellett kell majonéz, só, bors, zöld citrom, cilantro, hagyma, meg paradicsom. A cilantro az magyarul koriander. Összetöröm villával. Én szoktam beletenni egy kanál majonéz, de ezt nem muszáj. Most jönnek bele a zöldségek. Mehet rá a zöld citrom. Annyi sót meg borsot teszel, amennyit akarsz. Én sok borsot szoktam tenni. Kész is van, jöhet a chips. Mi vacsorára szeretjük enni, de az amerikaiak igazából bármikor. Például az avokádós, pirítós és bagel a 10 legnépszerűbb reggeli egyike az Egyesült Államokban. Ja, fiam. Az amerikaiak teljesen avokádófüggők, kaliforniai, floridai, havai farmokon termesztik nekik a gyümölcsöt, külföldről is sokat hoznak be belőle, a legtöbbet Mexikóból, de jön Perúból, Chiléből, Dominikából és Kolumbiából is avokádó. Nem számít már egzotikus gyümölcsnek, teljesen hétköznapi. És hogy mennyire avokádóimádóak az amerikaiak? Évente átlagosan 4 kilónyi tesznek meg belőle fejenként. Az avokádó az akcióban van, 2-3 dollárba kerül. Ez a nagyobb fajta inkább salátáknak van, mert picit vizesebb. Az avokádót az asztékoknak köszönhetjük, az ő kultúrájukban a szerelmet és a termékenységet szimbolizálta. És azt talán mondanom sem kell, hogy mennyire egészséges, úgynevezett szuperétel, úgyhogy egyetek belőle, amennyit csak bírtok, mi is nagyon szeretjük. Na és mi a vezérelv Amerikában, amiből csak lehet pénzt csinálni? Május 5-ére minél több mexikói kalapot, ruhát, dekorációt, avokádót, bobkrémet, tortilla chipset eladni. A legnagyobb pinyáták 15-20 dollárba kerülnek, a dínos az 30 majdnem. A takós pinyáta az 15 dollárba kerül. A sok édesség zacskózva, amivel meg kell tölteni a pinyátát, az ilyen 10 dollár körüli áron kapható. És a bot, amivel ütögetik a gyerekek, az külön 3 dollár. A Cinco de Mayo-t Amerikában elsőként Kaliforniában kezdték el ünnepelni, hol máshol. Ugye ott él a legtöbb mexikói származású az országban. Texas van a második helyen, aztán Arizona és Új-Mexikó. Los Angeles és Houston mellett nagyon sok mexikói származású él, például Chicagóban és New Yorkban.
És akkor nézzük meg, hogy mi számít május 5-i hagyományos dekorációnak. Például a színes papírvirágok, a lámpások, asztali díszek, étkészlet, minden nagyon színesben. A pinyáták természetesen, amiből a gyerekek kiüthetik az édességet. A maracas, ami ugye egy színes csörgő, eredetileg tökből készítették, mini kaktuszok, bármi, ami mexikói zászlós, vagy rajta vannak a zászló színei, a piros, fehér, zöld. Ugyanígy a színes mintás, poncsók, takarók, és persze a szombrérók. Cinco de Mayo nyakláncok. Beöltözhet a bulira a gyerek takónak. Van egyébként külön rózsafajta is, ami a Cinco de Mayo nevet kapta. Ez egy nemesített fajta, és az az érdekessége, hogy ilyen különleges, barnás, füstös árnyalatú a szirmoknak a színe. Hogy miért van minden sarkon mexikói étterem, és miért van ennyire erős hatással az amerikaira a mexikói kultúra, az szerintem némileg megmagyarázza, hogyha elárulom, hogy hány mexikói származású él az Egyesült Államokban. Majdnem 40 millió. A környékünkön 10 kilométeren belül több mint 40 ilyen vagy ehhez hasonló mexikói étterem van. Köztük olyan népszerű gyors éttermek, mint a Taco Bell és a Chili's. Kértünk egy gyerek takót. Miri egy burritót, Miri? Quesadillát. Én pedig egy chicken tortilla levest. A Cinco de Mayo hivatalos itala persze a margarita, amiben természetesen van tekila és zöld citromleve is. Az én italomban még chili paprika is, meg ananász. És ugye sóperemmel díszített pohárból szülcsölgetjük. A pontos eredetéről viták folynak, de az biztos, hogy a legnépszerűbb koktélok egyike világszerte. Megelőzi a daiquirit, mojitót és a piña coladát is. Az Egyesült Államok persze a mexikói ételekbe is belekonterkodott, amit mondjuk annyira nem bánunk, mert ennek köszönhetjük az úgynevezett Tex-Mex ételeket. A moti ételén látszik a legjobban, amit ugye megváltoztattak az eredeti recepteken. Egy ilyen mexikóinak gondolt ételben darált hús van, akkor az tutira Tex-Mex. Ugyanez a helyzet a sárga sajttal, a tejszínnel, tejföllel, meg a konzervbabbal. Hogyha búza tortillában van, vagy kemény tortillában, akkor az is Tex-Mex. És a nachos, meg a kukoricaleves is. A krémleves. Az jó. És mondok még egy sokkoló dolgot, az amerikaiak évente 4,5 milliárd takót esznek. 42%-uk havonta 4-12 takót. Annyira imádják, és a sajátjuknak érzik, hogy október 4-e hivatalosan is a Nemzeti Takónap az Egyesült Államokban. Teljesen érthető a mexikói-amerikai konyha fúziója, hiszen több mint 3000 kilométernyi közös határunk van Kaliforniánál, Arizonánál, Új-Mexikónál, és a leghosszabb rész Texas mentén. Ennek köszönhetőek a texasi mexikói, vagyis Tex-Mex ételek, ami Európában is nagyon népszerűek lettek. A zöld citromból 6 darab kerül 2 dollárba. És itt vannak speciális fűszerek a guacamolehoz. A friss koriander, ami az avokádókrém mellett sok mexikói ételnek fűszere. Intenzív, már az illata is, nem mindenki szereti. És ne feledkezzünk meg a mexikói konyha másik fontos alapanyagáról, a chili paprikáról. Frissen, szárítva, füstölve, sokféleképpen fogyasztják. A legismertebb fajták a chilaca, a poblano, a habanero, a jalapeño, az ancho, a mirasol, serrano, és sorolhatnám a végtelenségig, mert hogy Mexikónak több mint 64 féle chili paprikája van. Ez itt a serrano, ez a poblano fajta, ez pedig a jalapeño, és a kis kacsúcsa paprika. Ezek egész Latin Amerikában kedveltek. Az Inka kóla perui csak érdekességből mutatom, hogy ez is kapható, még a diétás változata is. Mindenféle közép- és dél-amerikai termék elérhető a floridai üzletekben. És aki még nem próbálta, annak nagyon ajánlom ezeket a színes kukorica chipseket, mert ugyanolyan finomak, mint a sárga megszokott változat. Nagyon úgy tűnik, hogy a Léz is a latinok kedvében akar járni ezzel a jalapeños burgonya chipszel.
Szerintem egyébként az mutatja a legjobban, hogy mennyire fontos ünnep ez a Cinco de Mayo, hogy minden élelmiszer üzletben rögtön a bejáratnál minden mexikói termék ki van helyezve, fel is hívják rájuk a figyelmet, külön rakják azokat a termékeket, amik kifejezetten ehhez az ünnephez kellenek, mint például a mexikói italok, vagy a guacamole készítéshez minden, a chips, és persze a legnépszerűbb mexikói sörök egyike. De külön sorok is vannak, ahol mexikói ételeket vehetünk. Ez itt a legnépszerűbb sor az Egyesült Államokban, de szeretik nagyon a mexikói koronitát is. Akinek a koronita nem sör, annak itt van a mexikói modelo. A prezidente az dominikai, ez itt spanyol, a kuszkenya pedig perui. És nézzétek, milyen nagy a választék a maláta italokból is. Itt vannak a mexikói ételekhez a fűszerek, csilisbab fűszerkeverék, ez már a kukoricalisz tortillához, vagy akár tamales töltelékhez. Az ugye a kukoricahéjba csomagolt húsos kukoricapüré. Felső polcon a babkrémek, és millió fajtája a száraz baboknak. Csicseri borsó is. A Tex-Mex ételekhez a konzervbabok. Búzatortilla a burritoshoz, a kisebb takóhoz, vagy a teljes kiörlésű. Mi jobban kedveljük a búzalisztesnél a kukoricásat, meg amúgy is nagy kukoricarajongók vagyunk, mint a mexikóiak, főzzük is, grillezzük is. És bár nehezebb enni, de jöhet ez a keményebb változat is a takóhoz. Tosztádesz, és így összetörve pedig az avokádó krémhez például. Ez a tölthető kosárka. A Taco Bell gyors étteremláncnak a saját márkása. Fent pedig hozzá a fűszerek. Aki nem tud vagy nem szeret főzni, nincs ideje főzni, mindent megvehet készen. A kedvenc csilis babját is. Bulikhoz a mártogatósok készen, csak egy jó tortilla chipset kell választani hozzájuk. Ez a márka például egyenesen a határól érkezett. Leöblíthetjük a finomságokat egy kész dobozolt margaritával. Itt a Walmartban is több soron keresztül kínálják a latin-amerikai ételeket, látjátok. Teljes szekció, végig arra is. Dobozolva a takó és a szósz is. Kész pálc a carne asadához, mindenféle csípős szósz, de még a jól ismert salsa verde, vagyis a zöld szósz is. Tényleg annyiféle van, hogy a kezem elfárad a mutogatásban. Na még egy salsa picante, vagyis pikány szósz, és így dobozban is kapható a mole szósz. Mert hogy a Cinco de Mayo tradicionális hivatalos étele a mole poblano, ez a különleges, sötét szósz, csili és csoki is van benne, és hússal fogyasztják. Az Egyesült Államokban pedig a fajitas, a quesadilla, az enchilada, a tostada, a burrito, és persze a taco minden mennyiségben. Mindenféle friss sajt, autentikus ízek, quesadilla, mexikói sajt, a queso fresco, a friss sajt, jó nagy tömb, és ebből a gluténmentes kukoricalisztből 3 került 10 dollárba. Ezt csak érdekességből mutatom, mert igazából perui, de megkóstolnátok? Lila kukoricás ital! Végül jöjjön még egy kis mexikói italmustra. Azt már említettem, hogy az amerikaiak imádják a mexikói söröket. A legnépszerűbbek a Modelo, a Victoria, a Pacifico és persze a Corona. Ugyanakkor az amerikaiak több tekilát isznak, mint bármely más nemzet a földön, már-már vetekednek a mexikóiakkal a tekila fogyasztásban. Az országon belül Kaliforniában, Texasban és Floridában adják el a legtöbbet Mexikó nemzeti italából. A május 5-i ünnepen egyetlen napon úgy 335 ezer gallonnyit. Mexikóban és az Egyesült Államokban is az El Jimador a legnépszerűbb tequila márka, de az USA-ban még van két kedvelt márka, a Corralejo és a Don Julio. Itt van még egyszer a Cinco de Mayo hivatalos itala, a margarita. Ehhez mondok is egy érdekes adatot. Állítólag 185 ezer margarita koktélt rendelnek óránként az amerikaiak, és nem fogjátok elhinni, de ennek is van nemzeti napja, február 22-e. Remélem, hogy élveztétek ezt a kis rövid beszámolót erről az ünnepről. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!